Naponta friss témák, hírek. Biogyógyulás.hu. Az egészség legyen veled. A mai videóban a karnitin helyes alkalmazásáról lesz szó, illetve arról, hogy mikor ajánlott L-karnitint pótolni. Szeretettel köszöntök mindenkit! A karnitin egy aminosav származék, ami zsírokat szállít a mitokondriumokba, a mitokondriumok a sejtjeink energiatermelő üzemei, a reaktor a sejtekben, más szóval beszállítja a fűtőanyagot a reaktorba. Tehát jelentős szerepe van a zsírok energiává alakításában, végeredményben a zsírégetésben. Étrendkiegészítőkben leginkább L-karnitin formában van jelen. A karnitin döntő része az izmokban van tárolva, minél több van belőle az izmokban, annál hatékonyabb lesz a zsírfelhasználódás, a zsír energiaként történő hasznosítása az izmokban. Emellett a karnitin részt vesz a zsírok oxidációja, azaz a felhasználódása után visszamaradó felesleges anyagok eltávolításában is. A karnitint a testünk előállítja kisebb mennyiségben, az életünk előre haladtával egyébként egyre kevesebbet, az ételek közül pedig a hús- és tejtermékek tartalmaznak belőle többet, tehát a hús- és tejtermékekkel tudjuk pótolni. Karnitin hiány alakul ki gyulladásos bélbetegségeknél, krónikus fáradtság esetén és az epilepsziás gyógyszerek szedése alatt. A karnitin egyik legfőbb pozitív hatása a szervezetünkben a szívizom funkcióinak a javítása. A sejtjeink 500 és 2000 közötti mitokondriumot tartalmaznak, azonban a szívnél lévő izomsejtek 5000-et, tehát 3-4-szer többet, mint a többi sejtünk. Ezért a szívizomsejtek fő energiaforrásai a zsírsavak, azaz a zsírok. Ugye említettem az elején, hogy az L-karnitin fő feladata a zsírok, tehát a zsírsavak szállítása a mitokondriumokba, így mindezekből következik, hogy a szívizomsejtek ellátásához sokkal több karnitin kell, mint például a karon vagy a lábaknál lévő izomsejtekhez. Ezért szívelégtelenség, szívizomgyengülés, szívritmuszavar, vagy más szívműködéssel járó problémáknál az orvossal is egyeztetve ajánlható az L-karnitint is a terápia részévé tenni. A karnitin szívizom támogató hatásait segíti a Q10 koenzima, fokhagyma és a flavonoidok. Ajánlott L-karnitin pótlásban gondolkodni rendszeres edzések, sportolás esetén, mivel fokozhatjuk vele az izmok teljesítményét, illetve hatékonyabban csökken az izomlázis. Általánosan nagyon jó erőnlétnöveléshez, a kitartásunk fokozásához, felgyorsulhat a hatására a fogyás, a zsírégetés, ugye fontos főszereplő a zsíranyag cserében. Férfiaknál növeli a spermák motilitását, növelheti a spermaszámot is, a legtöbb férfinak ajánlott multivitaminban általában benne van. A cukorbetegeknek is érdemes L-karnitint pótolni, mivel segíthet a cukor okozta idegkárosodások mérséklésében, ebből a célból érdemes az L-karnitin mellé B-vitaminokat is bevinni, például zsírban oldódó B1 vitamint, ez a benfotiamin, illetve a sörélesztőt, mélypempőt, melyek kiváló természetes B-vitamin források. A karnitin hatása van a pajzsmirigy hormonok működésére is. Pajzsmirigy túlműködés esetén segíthet az álmatlanság, az idegesség, a remegés és a szívdobogás mérséklésében, pajzsmirigy alulműködés esetén egyeztessünk orvossal is a szedés megkezdése előtt. A terhes és szoptatóanyák karnitin igénye megnövekszik, mivel a csecsemők és a kisgyermekek szervezetében nagyon alacsony a karnitin termelődés. Az L-karnitint a legideálisabb edzések, futás, sportolás előtt vagy után bevinni, vagy ha nem sportolunk, akkor a reggeli órákban, illetve célszerű folyadék formában fogyasztani, mert így hatékonyabb a felszívódása. Edzések előtt egy órával fogyasztva a fizikai teljesítményünket növeli, edzések után pedig a zsírégető hatása érvényesül jobban, illetve a gyorsabb izomregenerálódást is segítheti. Javul az érvényesülés a testünkben az omega-3 zsírsavaktól, illetve az alfa-liponsavtól. Az étrendkiegészítőkben a karniténnek több formája is van, mint acetil-L-karnitin, acetil-L-karnitin-arginát, acetil-L-karnitin-hidroklorid, D-karnitin, L-karnitin-L-tartorát és mások. Az L-karnitin-L-tartorát gyakran van jelen a sportolóknak szállt készítményekben, mivel gyorsan hasznosul, a propionil L-karnitin főként a szív- és érrendszerre fejt ki pozitív hatást, az acetil-L-karnitin pedig a leggyakrabban előfordul a készítményekben, mivel ez szívódik fel a legjobban. Az acetil-L-karnitin tartalmaz egy acetilcsoportot, amely képessé teszi ezt a formát áthatolni a véragygáton, és így képes az agysejtekre is kifejteni a hatásait. Az acetil-L-karnitin segíthet az acetilkolin újratermelődésében, az acetilkolin ugye a
legfontosabb neurotranszmitterre, ami az agysejtek, az izomsejtek közötti kommunikációért felelős. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet az L-karnitinről, kedveld, lájkold a videót és oszd meg másokkal is. Ha szeretnél értesítést kapni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni a csatornára, ha még nem tetted meg. Köszönöm a figyelmedet, nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.